Magyar népmese, a sejplányok. Volt egyszer egy asszonynak három szép eladó lánya. Szépek voltak nagyon, mégsem kellettek a legényeknek, mert sejpül beszéltek. Bántotta az asszonyt, hogy pártában maradtak a lányai. No de egyszer egy idegen kérő toppant be hozzájuk. Megörült az asszony, sürgött, forgott a lányainak, meg odasukta. Meg nem ukkanjatok, míg a legény itt lesz. S feltette a masinára a zsírt, és szaladt fel a padlásra egy kis kolbászért. Kereshette a kolbászt, de nem talált egy darabkát sem, mert a lányai mind elcsipegették, addig az egyik lány elkiáltotta magát. Anám, pedeg a dél, a másik meg, majd adnak, hogy tótá, a harmadik meg. Takhad én nem tótam, takhad én nem tótam. Ahogy meghallotta a kérő, hogy egyik lány sem rendes, hát kereket oldott. Mire jött az asszony a padlásról, már hűlt helye volt a legénynek. Csihi-puhi, jól elverte a lányait a seprővel. Hát nem megmondtam, hogy ne szóljatok.